Bonjour à tous. Cette semaine, nous revoyons tout ce que nous avons appris au cours du mois précédent. Aujourd'hui, nous allons revoir les verbes en IR au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Nous allons également revoir quelques mots concernant le restaurant. Ezen a héten átismétlünk mindent, amit a múlt hónapban tanultunk. Ma az avoir segédigével ragozott IR végű igék múlt idejét fogjuk átismételni. Át fogunk ismételni továbbá néhány az étteremmel kapcsolatos szót. Pour commencer, nous allons voir un homme et un serveur dans un restaurant. Ils bavardent des repas. Bonjour, monsieur. Voilà la carte. Merci. D'abord, je voudrais un apéritif. Qu'est-ce que vous avez choisi comme entrée? J'ai choisi l'assiette grecque avec des champignons. D'accord. Et comme plat principal? J'ai choisi le plat du jour. Est-ce que vous avez choisi un dessert? Non, merci. Je ne veux pas de dessert. Az iménti szituációban egy pincért és egy vendéget láthattak egy étteremben, amint a vendég rendeléséről beszéltek. A most látható példamondatban egyes szám első személyben van ragozva az avoár segédige, mert a vendég egyedül van és saját magáról beszél. Láthatják továbbá a főige, az IR végű soázír, választani ige, befejezett melléknévi igenévi alakját, illetve feltűnik egy a vendéglőkben gyakran látható kifejezés is, a napi ajánlat. A napi ajánlatot választottam. J'ai choisi le plat du jour. A most látható kérdésben szintén a soázír választani főige szerepel, de ezúttal többes szám második személyben ragozzák az avoár segédigét, mert a pincér egy emberhez szól ugyan, de magázza a vendéget. Választott desszertet? Est-ce que vous avez choisi un dessert? Pour continuer, nous allons voir une femme et un homme dans un restaurant. Ils mangent et ils bavardent. Alors Charlotte, est-ce que tu as fini le plat principal? Oui, j'ai fini. Et toi? Qu'est-ce que tu as choisi comme dessert? Je ne veux pas de dessert, mais je voudrais un café. Moi non plus, je ne veux pas de dessert. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Alors, j'appelle le serveur et je demande l'addition. Az előbbi szituációban egy házaspárt láthattak, akik egy étteremben arról beszélgettek, hogy a főétel után kérnek-e valamilyen desszertet. A most látható kérdésben egyes szám második személyben láthatjuk az avoár segédigét, mert természetesen tegezik egymást, a főige pedig a már jól ismert finir, befejezni ige. A kérdésben a főige után tárgy is szerepel, ezúttal a főétel kifejezést láthatják. Charlotte, végeztél a főétellel? Charlotte, est-ce que tu as fini le plat principal? A most látható mondat a hölgy válasza az előző kérdésre, ezért egyes szám első személyben van ragozva az avoár segédige. A mondatban ismét a finír befejez főige látható, de amint látják, ebben az esetben tárgy nélkül. Igen, végeztem. Oui, j'ai fini. Pour terminer, nous allons revoir la conjugaison du verbe finir au passé composé. Végül Richard után ismételve tanulják meg a finir befejezni ige ragozását múlt időben. Amint azt a képernyőn láthatják, az ige befejezett melléknévi igenévi alakját, a finir és a hozzá hasonló IR végű igék esetében úgy kapjuk meg, hogy az ige szótári alakjáról le kell választani az R betűt, és az így kapott I végződés marad. Répétez après moi. J'ai fini. J'ai fini. Tu as fini. Tu as fini. Il a fini. Il a fini. Elle a fini. Elle a fini. Nous avons fini. Nous avons fini. Vous avez fini. Vous avez fini. Ils ont fini. Ils ont fini. Elles ont fini. Elles ont fini. Pour terminer, nous allons revoir quelques mots concernant le restaurant. Répétez après moi. La carte, la carte, l'apéritif, l'apéritif, l'entrée, l'entrée, le plat principal, le plat du jour, la salade, le dessert, l'assiette, l'assiette, le verre, l'addition, l'addition. Au cours de la leçon suivante, nous allons revoir le complément d'objet direct en pratiquant le passé composé avec l'auxiliaire avoir. A következő órán a tárgyi névmást fogjuk átismételni, közben gyakorolva a múltidőt az avoár segédigével. Merci beaucoup pour votre attention, à bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet
www.m5tv.hu.